egész testsúlyomat beleadva, rogyasztva a térdemet, lefelé, vagy ahogy fogja éppen, mert fordítva, akkor fölfelé, ha fordítva fog, akkor fölfelé, nem is fog vissza így. Szépen fogom, és az egész testsúlyomat beleadva, kezemet fölfelé húzom, az ő karját pedig lefelé terhelem, és szétszakítom. És jövök be azonnal, ahogy levettem a kezét az én kezemről, röviden nyúlok be egy karral, és ide a váltsúcsra nyúlok föl, emelem ki a könyökét neki. De nézd meg, ez egy mozdulat, ahogy a térdem nyomja befelé az ő térdét, és ide húzom magamra az ember. Ez nagyon fontos, meg kell feszíteni, mint az írak a kúrját, mert a következő fogást nem tudom megcsinálni. Fontos, hogy a társam tartsa magát, és akarjon visszaegyenesedni ebből a helyzetből, különben nem fogjuk tudni ezt a mögécsapást megcsinálni. Tehát leveszi az egy kart, húzom vissza magamhoz a kart, már itt van nála, látod? Nagyon szorosan. Terhelem a csuklóját, vágom alá a kart röviden. Húzom rá a térdemre, ahogy akar visszajönni, nézd meg! Kezembe, a könyökömbe, nagyon csapok, a fülem mellett elütöm a kezét. Kinyújtom a kezemet. Még egyszer. Nézd meg. Széttéptem, támasztom a térdét folyamatosan, de inkább próbáljunk meg mellé lépni és nem mögé, mert valaki szétfújja ezt a helyzetet, mert oda tegyük a lábunkat, a cipőket a cipőjéhez mérni. Visszahúzom a kezem, tépem szét. Vágom alá a kar, emelem ki a Sebastian. Ahogy húzza vissza magát, nézd meg. Egyszer csak a túloldalra küldöm át a kezemet, a könyökömben emelem ki a karját, és nyújtom a fülemhez. És fogom össze, és visszamegyek, és nem értem meg az ember.